Hírműsorunk elején említettük, hogy a város összes iskolájában felkészültek a diákok lázmérésére. A református általános iskolában már év elején ózonos fertőtlenítést végeztek a tantermekben. Ők is beszerezték a hőmérőket, és mindenhol kijelölték a mérőpontokat. Az intézmény felkészülten várta az október 1-én életbe lépő új szabályokat. A köznevelésben pedig továbbra is fegyelmezett védekezés zajlik, mondta Földváriné Simon Ilona igazgatónő. Kijelöltük a mérési pontokat. Egyébként több beléptetési lehetőség van az iskolában. Ez itt egy mérési pont. A pedagógiai asszisztens végzi jelen pillanatban ezt a feladatot, a beléptetést végzi. Itt az aulában, illetve az aulákban fertőtlenítő készülékeket helyeztünk el, illetve a tantermekben is elhelyeztük ezeket a készülékeket. Az iskolai testhőmérséklet méréshez szükséges eszközöket szétosztották. Így zökkenőmentes volt a szigorúbb szabályozás, amelyre azért van szükség, hogy nagyobb biztonságban legyenek a tanárok és a diákok, valamint hogy hamar ki lehessen szűrni az esetleges fertőzötteket. Megkaptuk a intézkedési terv módosítását, és a módosításnak megfelelően október 1-től mi is az iskolában, a telephelyeken mérjük a tanulóknak a lázát, erre felkészültünk. A enaplón keresztül tájékoztattuk a szülőket, az iskola rádión keresztül a gyerekeket. Tegnap megérkeztek az érintésmentes lázmérők, és hát elkezdtük a lázmérést, és eddig eredménnyel nem volt még semmi gond. A diákokat nem lepte meg a lázmérés, és a beléptetés is zökkenőmentes. Hát megmérték a lázunkat, hogy hát meg szokták mérni. Mit szólsz hozzá? Nem volt furcsa? Nem volt annyira. A szokásos is ilyen szokott lenni, csak hát nem. Szokott ilyen fajta lenni, mert hát az iskolában ilyen nincs. Csak a koronavírus miatt van ilyen. Bejöttem, megmérték a hőmérővel a... Hova rakták a hőmérőt? Ide a fejemhez, aztán bementem az osztályba, azt átmentünk anyához onnával. A szülők fontosnak tartják, hogy így is vigyázzanak a gyermekek és mindannyiunk egészségére. Én nagyon-nagyon jónak tartom azt az intézkedést, hogy a gyerekeknek a lázát mérik, és nagyon fontosnak tartom, hogy ebben az időszakban, hogy megvédjük a gyermekeinket, ne jöjjön senki betegen. És talán ez a lázmérés, és az, hogy figyelik a gyerekeket, hogy ki köhög, ki nem, és rögtön küldik haza, mert ez lenne amúgy is a természetes. Talán úgy gondolom, hogy az online oktatás kizárását teszi lehetővé, mivel elsős a gyermekem, ezért fontosnak tartom, hogy a tanítónőknek a tudása teljes mértékben átadódhasson a gyermekek számára, mert mi szülők mellé állunk a gyermekeknek, de ez egy nagyon kemény és nagyon komoly szakma. Ők teszik le az alapokat a gyermekeknek, és mellé kell, hogy álljanak a gyermekeknek. Mi nagyon köszönjük nekik, hogy foglalkoznak velük. Az elővigyázatosság különösen fontos ősz elején, amikor a gyermekek egyébként is könnyen megfáznak, vagy lesznek influenzásak, mondta az igazgatónő televíziónknak.